Magyar irodalomról, történelemről, a honfoglalásról és győr kultúrtörténeti eseményeiről is tanultak az anyanyelvi táborban résztvevők. A középiskolások idén a Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről és a Felvidékről érkeztek. Elsősorban az a célja ennek a tábornak, hogy egy kicsit a nemzettudatukat, magyarságtudatukat erősítsük azokkal a programokkal, amelyek általában a népi lelket tükrözik, tehát elsősorban néprajzi tárgyú a mi programunk. A táborozók a programokon keresztül rengeteget tanulhattak, de természetesen jutott idő a szórakozásra is. Ez egy nagyon jó buli, egy nagyon jó szórakozás, és nagyon sokat lehet itt tanulni, és kikapcsolódni, és pihenni egyet, és ismerkedni, barátkozni, úgyhogy mindenképp csak pozitív élményem van ebből a táborban. Nagyon sok kirándulós programunk volt, és rengeteg előadáson is részt vettünk, amin nagyon sokat tanultunk, de viszont voltak olyan programok is, amin kikapcsolódtunk. Például voltunk a Balatonra fürdeni, és még fogunk menni a győri élményfürdőbe is, valamint fogunk menni még Dunaszegre, és Felvidékre is kirándulni. Lakóhelytől függetlenül egy nemzethez tartozunk, ez az anyanyelvi tábor legfontosabb üzenete. Keverednek a gyerekek, ez a természetes dolog, hiszen megbarátkoznak egymással, megismerkednek egymással, és már nem számít az, hogy ki honnan jött, hanem hát magyarok vagyunk mindannyian, és hát barátkozunk egymással. Az egységet pedig a táborozók saját bőrükön érezhették, idén is rengeteg új ismerettség és barátság született. Szerintem nagyon fontos ez a tábor, és nagyon jó élményeket nyújt, mivel az egész Kárpát-medencéből a fiatalok összegyűlnek, és nagyon jó barátságokat tudunk kötni, és éreztetjük egymással azt, hogy magyarok vagyunk. Új barátságok, kapcsolatok szövődnek, és nagyon jól érezzük magunkat ezáltal, és kirándulni megyünk, megismerjük ezt a vidéket, és szerintem ez erősíti bennünk azt a tudatot, hogy mi összetartozunk, és utána később ezt mi is tovább tudjuk adni a fiatalabbaknak. Mivel éreztetjük mindegymással a magyarság érzetünket, és nagyon fontos szerintem ez, mivel ezt tudnunk kell, hogy bárhová is sodor az élet, mindig az a lényeg, hogy megmaradjunk magyarnak, és hogy ne szégyeljük ezt, hogy magyarok vagyunk. Az anyanyelvi tábort már 33. alkalommal rendezték meg.